a Lippói Nemzetiségi Fúvószenekar lépett fel a Tavaszi Térzene elnevezésű programon Ömözsi Művelődési Házban. A hagyományoknak megfelelően idén is német nemzetiségi zenekar szerepelt, amely saját polka válogatásán kívül egyéb klasszikusokat is felvonultatott. Winkler András, a Lippói Nemzetiségi Fúvószenekar karmestere elmesélte, mit érdemes tudni a zenekarról, milyen stílusú darabokat szoktak előadni, és hogy milyen művekkel készültek a térzene programra. Lippóról érkeztünk, a Lippói Nemzetiségi Fúvószenekar vagyunk. Közel 40 éves a zenekar, melynek most már 15 éve lassan én vagyok a karmestere, és a nemzetiségi fúvószenétől kezdve elég széles a repertoárunk, az operettig, a filmzenékig, a könnyűzene és lágerekig igyekszünk minden jóval kiszolgálni a közönséget. A mai alkalom, mivel a helyi német önkormányzat hívott meg, a műsornak a nagy részét azt a nemzetiségi zene, vagy annak egy modernebb formáját teszi ki, de azért hoztunk egyéb ínyenségeket is. A híres Rock Me című szám, hoztunk szerb nemzetiségire hajazó zenét, tehát a Ciao Bellának egy ilyen balkáni feldolgozását, valamint a kedvenc polkáinkból egy válogatást is, amit a saját településünkre, tehát a Lippóról neveztünk el. Hozzátette, a koronavírus időszaka kihatással volt a fellépések és a próbák számára, de elmúltával töretlen lelkesedéssel folytatták a munkát, és gőzerővel készülnek az idei fellépésekre. Hát a fellépések számát azt lenullázta lényegében, mert ugye nem lehetett semmilyen rendezvényt szervezni, hosszú ideig próbálni sem lehetett, valamint vannak saját rendezvények. Van egy fesztiválunk, amit le kellett mondani, illetve egy évvel elcsúsztatni, tehát nagyon nehéz időszak volt. Az újrakezdésből viszont igyekeztünk erőt meríteni, és büszkén mondhatom, hogy nem lett kevesebb a létszámunk, hanem bővülni is tudtunk most az utóbbi időszakban. Az idén ilyen ehhez hasonló koncertekből van már jó néhány. A saját településünkön utazunk is, valamint az évünk fénypontja az a 4. Lippói Fúvós Fesztivál lesz, és Schwab kézművesek napja, ahová egy hivatásos osztrák fúvós zenekart várunk. Fülöp Mónika, Tolnaváros német nemzetiségi önkormányzatának elnöke elmondta, milyen hagyományőrző jelentése van a térzene programnak, és milyen fellépőket szoktak választani. Tolnaváros német nemzetiségi önkormányzatának az idei első programja a Frühlingsmusik, vagyis a tavaszi térzene. Ez egy hagyományos programunk. Minden évben két térzenét tartunk, egyet tavasszal, egyet ősszel. Ennek a paraszti világba visszanyúló hagyománya van, ugye április 24-én volt a marhák kihajtása, ez volt az ám Auftrieb, és ősszel pedig szeptember 29-én Mihály napkor volt az ám Abtrieb, az pedig a behajtás, tehát ehhez a két időponthoz kötődik nekünk ez a két térzene. Minden évben igyekszünk olyan német nemzetiségi fúvós zenekart hívni, akinek nagyon nagy a repertoárja, ilyen 40 perc, 1 órás koncertet szoktunk szervezni. Ha kicsit kisebb repertoárral rendelkezik a zenekar, akkor kettőt is szoktunk hívni. Tavaly össze volt a Dunaparton, ami egy nagyon nagy sikerű rendezvényünk volt, gondolom a Covid is közben játszott. Az idén, hát minden évben az egyiket Mözsön tartjuk, a másikat pedig a Tolnaváros részben. Most a tavaszi térzene ennek a helye Mözs, és a Lipóti Nemzetiségi Fúvószenekar ad ma egy koncertet. Majd elmesélte, milyen kapcsolatot ápolnak a meghívott Lippói Nemzetiségi Fúvószenekarral, és hogy milyen rendezvények várhatók még a jövőben. Hát 28 tagú a zenekar, ők hagyományosan német nemzetiségi darabokat játszanak. A kapcsolat pedig onnan jött, hogy a tolnai ifjúsági fúvószenekar tavaly évben ott adott egy koncertet, és gondoltuk, hogy akkor őket visszahívjuk az idén, hogy adjanak ők is itt egy koncertet nálunk. Nagyon reméljük, hogy a járványnak most, hogy vége van, egyre több rendezvényt meg tudunk tartani. Június 11-én lesz a Kerbastrúdl Fesztivál, itt Mözsön, egy kirakodóvásárral, tehát ami újdonság lesz a programban, hogy egy kirakodóvásárral kötjük egybe.
és még az őszi térzenét is tervezzük már, illetve még egy negyedik rendezvényünk lesz a Nemzetiségi Nap az idén, ami szintén egy őszi rendezvényünk lesz. Az őszi térzene program Tolnán kerül megrendezésre, de a kikapcsolódni vágyók évközben is számos lehetőség közül választhatnak.